látod, fiacska, nincsen gondod még őket. Már kicsit, kicsi bébi, mondd, miért sírsz? Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket. Immáron a 34. évadunkat kezdjük, és rögtön most, szeptember 25-én lesz a bemutatója egy első darabunknak. Kivételesen nem magyar vígjátékot játszunk, ahogy megszoktál, hanem egy angol újdonságot, Peter Kilter nevű angol szerzőnek a Csalogány család című darabját, amely a címéhez méltóan csalogányokról szól, már nem ornitológiai értelemben, hanem színész, énekes színészekről van szó, akik a színpadon csalogányok, dalolnak, vidámak, a magánéletük viszont elég zűrös és habókos. Itt tulajdonképpen egy furcsa, kicsit lökött családról van szó, a főszereplő Jack lakásában játszódik a cselekmény, akit Gesztesi Károly játszik, és mintha csak a saját lakásában ülne, időként arra fakad és zongorához ül, és ebbe a partnere is segítenek, Bacsa Ildikó a színpadi partnere a darabban, aki az életben is a társa szeretne lenni, és aztán beállítanak Jack szülei, a két régi veterán színész, akik már nyugdíjasok és boldogtalanok abban, hogy már nem játszhatnak, őket Vojt Ági és Székhelyi József alakítják. És körülöttük a négy kicsit lökött ember között ott van egy normális, az Inas, a mindenes, akit Széles Tamás alakít. A darabot Kővári Kati rendezte, egy nagyon kedves, bensőséges, nem hangosan röhögős, hanem egy lírai vígjáték. Betekinthetünk a kulisszák mögé ezeknek az embereknek a lelkébe, a magányába, a hiányába, és aztán megpróbálnak családként funkcionálni. Nagyon kedves darabról van szó, szóval a közönség általában szeretni szokta a színész darabokat. A bemutató után rögtön háromszor egymás után eljátszunk, és hát természetesen bekerül a Karinthy Színház repertoárjába, tehát Csalogány család. Ezzel párhuzamosan én magam már rendezem a következő bemutatót, ami október 9-én lesz, ez pedig egy színpadi legenda, a Bolond lány című darab, amelyről mindenkinek ugye arra régi Madách színházas előadásút eszébe, én remélem, hogy ezt igyekszünk, ha nem is mellettetni, de megfelelnek is, sőt mai korba áthelyezve remek főszereplőkkel, Földes Eszter, Csonka András és Szabó P. Szilveszter a főszereplő. Ez lesz a következő bemutatónk. És aztán már még készülnek több bemutatók, amiket majd annak idejében megosztok önökkel. Tehát most elsőre feltétlenül jöjjenek és nézzék meg a Csalogány család című új családi vígjátékunkat. Mami, hozzád újra élj, újra jó lenne nagyon. Sok felé jártam, éveken át, de szívemé vártam, szívemé vártam, szívemé vártam rád. Vagy én rád. Ebből ennyi elég volt szerintem. Na, mint ha megfiatalodott volna. Bizony! Köszönöm, hogy észrevette. Hol van Beat? Micsoda? Beatrice. Ja, Beat. Fogalmam sincs. Furcsa, az előbb még itt volt, de bizonyára kiment a kertbe, vagy valami ilyesmi. Parancsol egy teát! Teát! Teát!
országomat, egy teáját. Ha már ilyen kedvesen mondjam, nem szóval. Épp próbáltok? Na. Jaj, nem, csak a szerződést kellett aláírni újra. Ügynökünk egy kissé kaotikus. Jaj, én ki nem állhatom az ügynököt. Mint fölzabálja a tortát, pedig nem is ősítettem. Semmi szükség az ilyen alakokra. Állandóan körülötted legyeskednek, és a végén a pofákba vágják ki. Nagy nulla vagy. Az ilyesmire ott a felesége. Parancsoljon a tea! Gondolom Beatrice is kérni fog. Nagyon hideg van ott. Tartsa szárazon a puskaport. Te tündér vagy, Nem vagyok tündér. Tudnak, hogy megfordul, és visszamentek. Nyugodj meg, levegő beszív, levegő kifúj, levegő beszív. Vigyelj ide, egy kis reggeli torna jót tesz. Hát, várjál, pillanat, meddig akartok itt maradni? Jaj, csak néhány hétről van szó. Karácsonykor már itt se lesz. Karácsonykor január 7-e van a pas! Itt ne csöntjön a fáral! Különösen ne anyád előtt, tudod, hogy milyen gyönge a szíve. Ne veled élet! Ah. Nem fog beférni az ajtó! Nagy dolog, mert halad voltunk. Ja. Mi? Szellemes! Na drágám, hova pakoljunk? Hát leginkább a saját lakásotokba. Nyugodj meg, úgyis hazamegyünk valamikor. Mikor, mama, mikor? Nyugodj! Hello, tudja, mi állandóan turnéztunk, jöttünk, mentünk, mindig, de amióta otthon vagyunk, és gugaszunk, mint két vér bagoly, én meg tudnám ölni. Ez a mostani helyzet csak olyan, mint egy szünet, két felvonás között. Mondjuk egy rohadt hosszú szünet. Látja meg itt, ezért nem bírom én az ilyen Charlie-féle színészeket. Egyszerűen nem tudnak időben letakarodni a színpadról. Egyre kérem, ki kérem? Hogy merészelik kérem? Te ide figyelj! Csomagolj ki, tedd magad hasznossá, jó? Ki csomagolni? Én? Hogy erre padaroljam a tehetségemet én, aki egyszer lírt játsztam? Igen, te, aki pontosan egyszer játszottad a lírt, mert másnap levették a műsorról. Fújj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 j
kis Desdemónám. Szüksége van valamire? Sebész! Sebész! Agyamat értesem! De? Segítsd el, én a kicsomagolni! Jaj, bocsásson meg, bocsásson meg, csak annyira el vagyok keseredve, tudja? És ez már nem lesz jobb! Nem tudom, nem tudom, hát meddig kell még kibírni ezt az egészet? Hát van egy határ, egy bizonyos határ, amikor le kell engedni azt a rohadt függönyt! Én megpróbáltam! Ja, de sokszor. Csak nem hiszi, de tényleg megpróbáltam. És tudja, hogy mit mondok? Maga látta, hogy megpróbáltam, de valahogy sohasem működött. Mert ez nem megy csak így. Semmi nincs. Na szép. Jaj, ez borzalmas! Csani! Milyen csinos! Ez a pizsamája? Elnézést meg, én nem tudtam, hogy kegyed itt van. Éppen most érkeztem a taxival, Beatrice engedett be. De hova tűnt? Ki ment? Csak nem adott borra valót a sofőrnek, mert én már kifizettem egy baráti jó tanáccsal, hogy sose házasodjon meg! Megi! Bocs, Graham, hogy felébresztett. Nem ön ébresztett fel. Olyan forgalom van itt, mint egy kínai konyhágyon. Mások mellett élem le az életem, hogy ki vagyok lényegtelen. E szolgálatban önmagam sosem lelem.
félelem. Sorsom így értelmezem, ha boldog másért vagy, ó, bármi messzire mész, tiéd marad. Tőlem,